Korábban már górcső alá vetettem a Zoi egyik multiméterét, melyen mindössze 3 gomb van, mégis mindent mér, sőt még világít is. Azóta ezt a multimétert egy komplett épület újravezetékelésénél használtam, és jól tette a dolgát. És a legjobb benne, hogy kicsi, olcsó, ezért nem féltettem a porttól. Viszont most itt van egy hasonszőrű társa a Mastool kínálatából, konkrétabban az MT-100-as. Ez kisebb, dizájnosabb és majdnem ugyanazon paraméterek mérésére alkalmas. Egy nem túl sokat mondó, környezetbarát dobozban érkezett, melyben megtaláljuk a multimétert egy bubifólia tasakban. Mellette pedig egy karpántot, ami nem biztos, hogy az európai ember kezére lett méretezve. Illetve egy kétnyelvű használati utasítást, melyből megtudhatjuk, hogy a teljesen automata multiméterünket hogyan is kell használni. Azért ez nem egy atomfizika. És a mérővezetéket. A műszer meglepően szép kidolgozású, így első fogásra minőségi hatást kelt, és kicsit a szétcsúsztatható telefonokra emlékeztet. A hátulján találjuk az elemtartó fedelét, mely elég kicsi, hiszen mindössze egy darab, 3 más elem kell a működéshez. Ha van benne elem, elől a bekapcsoló gomb megnyomása után világítani kezd a kijelző, ami az eszköznek nagyjából a felét lefedi. A kijelző felső sorában 3,5 karakter megjelenítésére képes, vagyis az első karakter vagy egyes, vagy semmi. Ami furcsa, mivel ezt a multimétereknél azért szokták alkalmazni, mivel a kijelzőben ott nincs meg a szám kirajzolásához szolgáló többi rész. Itt viszont az alapképernyőn egy V, vagyis inkább egy U betű látható, így elméletileg lehetne ott egynél nagyobb szám is, de valamiért még sincs. Még az alsó sorban 4 teljes értékű karaktert kapunk. A kijelző felső sarkában egy kis óra szimbólum jelzi, hogy az automata kikapcsolás aktív, vagyis az eszköz 2 perc után kikapcsol. Ez a funkció viszont kőbe van vésve, vagyis nem lehet kikapcsolni. De szerencsére intelligensen oldották meg. Ha a kijelzőn változás történik, újraindul a 2 perc, vagyis ha dolgozunk vele, nem fog a legrosszabbkor kikapcsolni. Folyamatos bekapcsolt állapot mellett tesztjeim alapján nagyjából 2-3 napot bír. Ami igaz, hogy a 2 perces üzem miatt jóval több, mégis ha folyamatosan használjuk, szerintem nem fél évente kell benne elemet cserélni. A kijelző alatt kis ikonok jelzik, hogy alkalmas egyen és váltófeszültség mérésére, egyébként maximum 400 voltig. Emellett frekvencia mérésére is használható egészen 1 kHz-ig. A sor utolsó eleme az ellenállás mérés, melyel 30 ohm és 10 megohm között mérhetünk. Nem látunk viszont áramerősség mérést, ugyanis ez az eszköz nem alkalmas arra. Ami már is az elektronika területéről a villanyszerelés területére helyezi át. Melyet a további funkciók csak megerősítenek. Ugyanis szakadásvizsgálattal és vezeték nélküli fázisvadász funkcióval bír. Sőt, mi több, zseblámpa funkció is került bele, melynek valódi hasznát inkább nem firtatnám. A hozzákapott mérővezetékek ijesztően vékony kis tyúkbél madzagocskák, de az anyaguk irigylésre méltó. Kellően hajlékony, és még a mérőtüskék sem rideg műanyagok. A csatlakozói viszont egyediek. Így másik multiméterben nem tudjuk ezeket használni, ami nem is lenne célszerű, hiszen itt jelentős áramerősség nem fog áthaladni ezeken a vezetékeken, így szinte egy hajszálvékony drót is megfelelő szigeteléssel jó lehet a feladatra. De lássuk a pontosságát. És igen, ismét egy kínai műszerrel vetem össze, de jobb hiány be kell érni ezzel. A Fluke még eddig nem keresett meg azzal, hogy megdobna egy műszerrel, de ha ez bekövetkezik, attól fogva egészen biztosak lehettek abban, hogy az lesz az etalon mérőeszköz. Most viszont marad ez. Azt azért szem előtt kell tartani, hogy ez nem egy laboratóriumi műszer. Így vélhetőleg a pontossága sem lesz annak megfelelő. Kezdjük a váltakozó feszültség mérésével, mely pontossága az elfogadható keretek közt mozog, hisz plusz-minusz 1,2%-os pontosságot ígérnek. A kijelző alján a frekvenciát is láthatjuk, ami az ígért plusz-minusz 2%-os pontosságot simán hozza. Ha pedig egy másik forrást vizsgálok, a tévedés mértéke hasonló. Egyenfeszültség esetén plusz-minusz 0,8%-os pontosságot ígérnek, melyet a műszer simán teljesít.
Érdekes viszont, hogy pozitív és negatív értékként nem ugyanannyit mér. Ellenállás mérés esetén plusz-minusz 1,2%-os pontosságot kapunk. Összehasonlítva pedig nem tévedett többet az ígértnél. Kis ellenállások mérése esetén, konkrétan 30 óm alatt, folytonosságvizsgálat üzemmódba lép át, ami lassú. Áramkörök esetében kényszenvedés lenne használni, de megkeresni egy vezeték esetén, hogy melyik a két vége, arra elég. A műszer legfontosabb funkciója viszont a fázisvadászat. Ha egy vezetékben áram folyik, biztonságos távolságból jelzi azt nekünk. De ami még jobb, nem is kell áramnak folynia, elegendő, ha feszültség alatt van. Azt is érzékeli, méghozzá 90 volt és 1000 volt közötti tartományban. De a legjobb, hogy megtalálja nekünk a vezetéket a falban, melyben 6 és 1000 volt közötti váltófeszültség van. Ez elég szépen működik is. Egy 8 LED-ből álló skála jelzi, hogy milyen távolságra vagyunk a vezetéktől, melyhez sípolás is tartozik. Így könnyen behatárolhatjuk, hogy hova nem kéne fúrni. Sajnos a régi házak esetében a műszer elhasal, hiszen egy vékony fémlemezzel simán lehet blokkolni az érzékelését. A belsejébe két csavar eltávolítása után némi feszegetéssel juthatunk be. Belül nagyon sűrűn sok kis apró alkatrészt találunk, de ami bennünket érdekel, hogy állító potméter nem látszik a nyákon, vagyis a műszer nem kalibrálható. A bemenete olvadó biztosítékot nem kapott, a vételemről viszont egy termisztor gondoskodik, ami elegendő is, mivel áramerősséget nem mér a műszer. Alapvetően az ígéreteknek megfelel a műszer, az egy másik dolog, hogy az ígéretek elég széles skálán mozognak. Olyan kapcsolások esetében, ahol fontos a nagy pontosságú mérés, fogjuk rá, hogy elfogadható hobbi szinten, de elsősorban olyan helyeken használható, ahol az értékek nagyjából számítanak. Inkább ellenőrző mérések elvégzésére, hogy a konnektorban jelen van a 230 volt, vagy hogy az autogenerátor a töltés közben eléri a 14 voltot. És a legfontosabb, hogy a fal fúrása esetén telibe fúrjuk a kábelt, vagy sikerül elkerülni. Ez a multiméter per detektor, ahogy a neve is mondja, nem feltétlenül az a szerszám, amelyik minden házba szükséges, de hogyha van egy a szerszámos ládában, szerintem időről időre azért elő fog kerülni. Köszönöm, hogy ismét itt voltatok. Ha megtetszett ez a multiméter, akkor találtak egy linket a leírásban, ha még nem tettétek meg, hasonló tartalmakért iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!